Üdvözlet mindenkinek ez a harmadik nekifutás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szombat és vagy vasárnap Balog Csaba előadása. Eljutottunk, ha minden jól megy egészen körülbelül idáig mindjárt meg lesz. Az első két részben ezt, akit érdekel, megtalálja, most pedig itt tartunk. Hogy kerül be a vasárnap a képbe? Erre nézve nincs egyértelmű információnk, de sejtéseink az vannak. Azért az érdekes szerintem, hogy a, a kereszténységnek ez a szent napja, a vasárnap, amikor gyülekezni kell, meg templomba jár a félvilág, harangoznak, meg munkaszüneti nap, és nincs, nem tudják, hogy honnan érkezett be a képbe ez a nap. A vasárnap a hét első napja mint ahogyan azt megbeszéltük már ugye korábban, amikor erről volt szó. Jahusa feltámadásának az ünnepe. Egy, az egyébként sabázott ünneplő Jeruzsálemi zsidó keresztény közösségről többször is olvasuk azt, hogy nem csak a hetedik napon, hanem a hét első napján is együtt vannak. Ez azért van, itt van egy, az apostolok cselekedetei 27, a hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyűlvén a kenyér megszegésére, Saul prédikál nekik, mivel hogy másnap el akarom menni, és tanítást megnyújtá éjfélig, de van még egy, mikor azt mondja, hogy az alamizsnát, ami illeti, az a hét első napján mindenki tegye félre magánál, amíg sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Én úgy hiszem, hogy azt mondja, hogy Filipiből elmegy Troásba, innen elmegy oda, onnan elmegy ide. Troás, nem tudom, hogy mekkora város volt ez abban az időszakban, Troás, Trója vidéke, most, hogy ez egy vidék, vagy stb. teljesen mindegy. De tegyük fel, ugyanúgy van, mint nálunk. Itt vagyunk a sabát napon, itt alszik x ember, szóval a hét első napján itt van egy csomó ember, és eszünk, az kész. Semmi mágikus nincs az egészben, hogy ők valami akármi miatt összegyűltek. Csak egyszerűen ott vannak, az kész. Arról nincs szó, hogy összegyűltek azért, mert ez egy ünnepnap volt, vagy egy akármilyen nap volt. És ráadásul a másik az, hogy most persze mindenki hozzá van szokva ahhoz, hogy vége a sabatnak beül az autóba, az hazam egy 150 kilométerre, vagy 200 kilométerre. De régen így ilyen nem volt, hogy... Még csak olyan sem, hogy 30 kilométerről eljött szerintem. Hisz 30 kilométert csak lóval lehetett megtenni, vagy lovaskocsival, vagy tevével, vagy nem tudom mivel közlekedtek, vagy szamáron, nem tudom mennyi ideig tarthatott, de olyan nehezen tudom elképzelni, hogy azt mondták, hogy jó, 30 kilométerre van, szóval beülünk négyen egy lovaskocsiba, és akkor 30 kilométert elmegyünk oda, meg aztán 30 kilométert, mikor vége a hazajövünk. Ott volt helyben a gyülekezet. Miért ne találkozhattak volna a hét? Első napján az összes napon találkozhattak. Szerintem nincsen ebben semmi olyan, nem utal semmi jel arra, hogy ez nekik egy akármilyen extra nap lett volna. Csak egyszerűen összegyülekeztek. Azt pedig, hogy a hét első napján mindenki tegye félre magán, ami sikerül összegyűjtenie, ennek szintén nincs jelentősége. Azt mondja, hogy ne akkor történjen a gyűjtés, amikor oda megyek. Lehet, hogy a sabát napon érkezik, lehet, hogy nem. De ha a hét első napja az egy külön választott nap, akkor én akkor kezdem el gyűjtögetni a pénzt mindenkitől összeszedni, hogy, majd, hogy ne akkor legyen, mikor ő jön. Érthető? Nem tudom, hogy ez... Ez semmiféle extra jelentősége nincs a hét első napjára. Mint ahogy ő is ezt megjegyzi. Ezért mondja azt, hogy a hét első napján is együtt vannak. Egyszerűen csak együtt voltak és kész. Az a jó hírek közül mindegyik kiemelt figyelmet áldoz annak, hogy a hét első napjáról beszéljen. Hát nem tudom, hogy mindegyik kiemelt figyelmet száll-e erre. Most néhányat megnézhetünk itt ezek közül. Kováztalan kenyér első napján, szintén, és korán reggel a hétnek első napján, mikor mennek a sírbolthoz. Ezek az alkalmak, amikor az első napról van szó. Hogy mennyire kiemelt szerep, ez csak a Pesach után merül fel, hogy a hét első napján, hogy miért nincs jelentősége, de legalábbis most de annyira azért nem mondhatjuk, hogy hemzseg a, jó, a négy jó hír a, az a azzal kapcsolatban, hogy a hét első napján bármi is ő, történt volna. Feltehetően azért, mert akkor és abban a közösségben, amikor és akinek az, a jó hír íródik, a hét első napja már egy ismert gyülekezésű alkalom volt. Nem. Egyáltalán nem ezért. ez, ez... A, ez nagyszerűen kezdődik, ez a mondat feltehetően, de ez, ez, ez semmiféle alapja ennek nincs. Így 2000 évvel később, azok alapján, amiket csak mi lát, itt látja mindenki, hogy az első nap. Most, ha az első napot írjuk, akkor végtelen találat lesz, úgyhogy az nincs értelme, de ez az első napján itt sosem semmiről szó. Azon kívül, hogy a feltámadás után akkor mentek, ami szintén demonstrálja azt, hogy ők megtartották a sabátot, nem az első napot, hisz az első nap ők mentek a temetőbe, ahol tisztátalanok lesznek. Ha az egy külön választott nap, ezért nem mentek a sabát napon. Ezért mondja azt, hogy a hét első napján jó reggel ment oda. Nem a sabát napon, a hatodik napon. Érted? Hmm. Hiszen ez nem volt egy Külön választott nap. Feltehetően se. De a sabát valóban a hetedik nap. Úgyhogy a sabát napon a hetedik napon nem mentek ők sehova, ezért mentek az első nap, mert az egy közönséges nap volt, akkor is most is, meg előtte is az volt. A második század íradóban a római birodalom területén sokfelé egyszerre bukkan fel a hét első napjának a vasárnapnak megünneplésére vonatkozó utalás. Ezt kiemeltem szándékosan, hogy mindenki lássa, hogy ez a Római Birodalom területén van. Ez a, ez a dolog. A Római Birodalomban sok felé. Most kit érdekel, hogy a Római Birodalomban a Vasárnap megünneplésére való utalás van? A Római Birodalom mindig is egy pogány társadalom volt. Úgyhogy az utolsó, amiről nekünk vennünk kellene a tradícióinkat, az a Római Birodalom. Ez a hirtelen mindenütt megjelenő evidencia a hét első napjának megünneplését illetően arra enged következtetni, hogy valóban egy nagyon korai, erősen a kereszténység kezdeti stádiumaihoz kötődő szokásról van szó, amely magától értetődően beivódik a keresztény vallás gyakorlatba. A helyzet az, hogy mm, ez csak és kizárólag a kereszténységben lehetséges, meg ezekben a vallásokban, ahol nincsen szabályrendszer, hogy hogy az ember csak kiválaszt egy napot, és azt mondja, hogy mostantól én ezt fogom ünnepelni. És ez talán annak a fonál gondolkodásnak a következménye, hogy, hogy mivel kegyelem alatt vagyunk, ezért azt csinálunk, amit akarunk lényegében. Ezért hát most oly mindegy, hogy vasárnap vagy szombat, hisz Saul megírta, hogy minden napot lehet külön választani. De hogyha valaki úgy gondolkozik, hogy, azt az igazság, hogy nem is lehet ezt elmagyarázni. Sosem fogja megérteni az az ember, hogy mi a jelentősége annak, hogy a sabát a hetedik nap a külön választott nap, aki nem csinálja ezt, egyszerűen csak nem tudja megérteni, hisz. Számára ő mindig csak az lesz, hogy de én ezen a napon imádom őt úgy, ahogy ahogy te azon, miközben maga a szeretet, meg az imádat, meg az alázat, és az engedelmesség kötődik ahhoz, hogy azt csinálom, amit ő mondott. Ha ő azt mondta, hogy a hetedik nap, akkor az a hetedik nap, de az, hogy enged következtetni, meg magától értetődő, hogy ez beívódik a Vallát gyakorlatba. pontosan ezért tartanak ott, ahol tartanak ma. Hogy beívódott a Halloween, a, vagy mi Halloween, a, mi az a halottak napja, a minden szentek, lassan be fog ívódni biztos, hogy van a Valentin nap. Karácsony, a vízkereszt, az advent, a húshagyó, mit tudom én, mik a nagy napok, meg ezek a dolgok, ezek mind beívódtak egész véletlenül. A karácsony, az az egész időszak, a mikulás, ezek mind, mind magától értetődően beívódtak. És úgy, hogy már azt mondják, hogy a reformációs ők eltávolodtak a, a katolikus egyháztól, miközben ugyanazokat az ünnepeket tartják, amiket azok. Beívódik. Na mindegy, hangsúlyoznunk kell viszont, hogy az új szövetség sehol nem írja elő törvényként a vasárnap megünneplésének kötelezettségét. Hmm. Persze, hogy nem, nem is tudja előírni, ezt lehetetlen előírni. Mutassak most, most néhány példát, hogy miért nem lehet. Az egyik legegyértelműbb az az ez. Hogy megáld Elohim a hetedik napot, és külön választálsz, mivel hogy azon szűnt, meg minden munkájától melyet teremtve szerzett Elohim. Ezért nem mondja az új szövetség azt, hogy mostantól az első nap lesz ez, mivel már ez az. Hogyha már megáldotta és külön választotta a hetedik napot, nem tudja azt mondani, hogy oké, okay, most változik a szitu, és mostantól. mostantól az első nap lesz az és utána még megint csak visszautal erre a tíz parancsolatban azt mondja, hogy már hat napon teremté a hózeget és a földet, a tenget és mindent, ami azokban van, és a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldálja a, hú a sabát napját, és külön választást, és úgy fogalmaz, hogy zahár, megemlékezzél, ami azt jelenti, hogy tartsd az emlékezetedben ezt, idézd fel, emlékezz erre. Itt pontosan feledésbe merült, nem? Hisz itt már valami új napról van szó, ami beivódott a keresztény vallás gyakorlatba, miközben ő egyértelműen figyelmeztetett arra, hogy emlékezz meg erről a napról. Nehogy elfelejtsd, mert lesz idő, ahogyan azt is elmagyarázza, hogy, hogy eljön majd az idő, amikor, amikor elfelejted Ezeket a dolgokat. Vigyázzatok, Jahuának a ti Elohimeteknek szövetségéről, melyet kötött veletek. El ne felejtkezzetek! Mert Jahua emésztő tűz, féltőn szerető Elohim ő. És az érdekes az ezzel kapcsolatban, hogy 12-es fejezet a Héberekhez levél, az megismétli ezt, hogy a mi Elohimünk emésztő tűz, és hogyha nem csal a az írás, akkor még innen is visszakalauzol minket ide. Hisz ez egy idézet innen, amin előtt figyelmeztet arra, hogy ne felejtkezz ezekről a dolgokról. Azelőtt meg arra figyelmeztet, hogy emlékezz meg erről. Mert ő mindvégig ugyanaz beszéli. Szóval ezek a vasárnap, meg hogy már megváltozott, ilyen csak egyszerűen nem létezhet. A szombat-vasárnap megünneplésének kérdése az új szövetség utáni korai egyház időszakában is többször előkerül. Még igazából nem zártuk le, hogy az új szövetség, még ha nem is írja elő azt, de figyelj mindenki, ha nem is írja elő, hogy, hogy a, a szombatnapon ezt vagy azt kell csinálni, de a szombat az szerepel az írásokban én nem is tudom, hogy hogy kellene beírni azt, hogy hogy ez nagyszerűen kiadja. De mondjuk az Új Szövetséget megnézzük. Az Új Szövetségben 56-szor szerepel a szombat. A hét első napján megszerepelt 5-ször. 56-szor szerepel a sabát az Új Szövetségben valami jelentősége csak kell, hogy legyen, akkor nem, hogy különben nem, nem, lenn, mindig az lenne ott, hogy vasárnap, vagy mit tudom én, mi a megfelelője annak abban az időben. De Jahusa Hamasiák még a sabátnak is ura. Hogyha nincs sabát, akkor azt mondta volna, hogy viszlát? Akkor nem kéne, hogy ő legyen a gazdája ennek a napnak. Ő a főnök ezen a napon. Ha nincs ilyen nap, akkor nincs miről beszélni. És az érdekes az, hogy ez nem csak a jó hír, hanem apostolok cselekedetei végig a sabát. Végestelen végig. Olyannyira. Na mindegy, ezt, ezt megtaláltuk már annyiszor, hogy ez fölösleges. De még a héberekhez írt levél szintén arról beszél, hogy annak okáért megvan a sabátja Elohim népének. Még mindig megvan. Elohim népének nekik nincs, a hetednapi sábát ünnepre való késztetést a második századi keresztény gyülekezetek vezetői is judaizáló külső hatásoknak tulajdonítják. A zsidósághoz való visszatérésként értékelik, és egyértelműen elutasítják. Ezek a keresztény gyülekezetnek a vezetői ezek az emberek, akik ezt elutasítják. Mert úgy értékelik, hogy ez visszatérés a zsidósághoz, és ezt elutasítják, hogy ezt hogy tehetik meg. Én javaslom mindenkinek, hogy nézzen utána ennek alaposan, hogy mit írnak a, az egyházatyák, meg mi volt a hozzáállás ehhez a naphoz. De hát ő összefoglalja nekünk itt hamarosan. Most következik azonban az igazi nagy probléma az pedig az, hogy időszámításunk szerint 321-ben Nagy Konstantin keresztény hitre tért császára vasárnapot hivatalosan is a római birodalom szabad napjává teszi. Most ha valaki úgy képzeli, hogy... Illetve lehet, hogy egyszerű föltenni a kérdést, hogy hogy képzeljük el azt, hogy ő keresztjén lett? <laughs> Egyik napról a másikra. Jó, ki... csak gondoljon bele mindenki a következőbe. Már most ebből az írásból kiderült, hogy az e Yahusha Hamashiach a 12 apostol, az összes tanítvány, mindenki, aki az ő idejében élt, és az azt követő generációk mind a tórát, tórát követték, ezt ő írtala az előbb. Hogy is lehet ezek után kérdés számunkra, hogy mi az, amit nekünk tennünk kell? Mindenki, akiről mi olvasunk, ezekben az írásokban, beleértve Sault is, a tóra szerint élt még a apostolok 15-ben is azt tanácsolják, hogy menjenek szombaton a zsinagógába és olvassák a tórát. Apostol cselekedetei végestelen végig Saúl megy és a sabátnapon prédikál, ahol mindenki ott van, a falu apraja nagyja, ilyen, olyan, amolyan. Szóval mindenki, akiről olvasunk, ezt csinálja. És aztán csak a második században, erről beszél itt, ezért mondta azt, hogy a második századi keresztény gyülekezetek. Mikor kezdődik a második század? A második század százban kezdődik, nem? Szóval mikor íródott az utolsó írás a, a, az úgynevezett Bibliában a 66. könyv? A, nálunk a 66. Hazon, vagy Jelenések könyve. Hazon, Jelenések könyve, 90-ben íródik, ami azt jelenti, hogy akkorra halnak ki ezek az emberek, akik még éltek, akik látták, meg akik látták azokat, akik látták, meg esetleg akik látták azokat, akik látták azokat, akik látták. Magyarul amit mondanak, hogy a harmadik generáció kihalt. Így már senkinek nincsen semmiféle fizikális kapcsolata a jahúsahámasiákkal. Csak elbeszélésekből tudnak dolgozni. És amint ez megtörténik, abban a pillanatban, már megkezdődik az elmozdulás onnan, amit ők csináltak. Érthető? Amint kellőképpen eltávolodunk két-három generációra. Jahusha Hamasiák korától onnantól kezdve viszlát, már túlságosan a homályba vész az, ami a valóság, és elkezdődik ez a hazugság, hogy a hét első napja, meg már ez judaizálás, ez törvényeskedés, nem is tudom mik vannak, ez vissza az átok alá, a betű megöl, akkor nincs szeretet, meg ezek a dolgok. Hisz nehéz lett volna ezt csinálni, amíg ott van Péter, Saul, Jakab, Johanan, meg ezek az emberek. Timóteus, Titus, még ők élte, élhettek. Sőt, tehát élnie kellett hatvan körül Titusnak, hisz még írogatott nekik leveleket Saul. Most mikor halt meg? Timóteus egy fiatal ember volt. Kb. ekkor haltak ki. És azonnal, elkezdődött ez az eltérés. Ez az egyik. A másik az, hogy Konstantin, a legenda szerint Konstantinak volt egy álma, ahol látott egy keresztet, és ő, nem is tudom, az győzedelmeskedett a kereszt segítségével a harcban, és ezért megtért. Most ez egy mese. De a lényeg az, hogy ez a legenda. Most 321-ről van szó már az első, már a második százban, az a száz körül, vagy száz valamennyiben, ezek már kezdtek eltérni. Ez 200 évvel azután van. Kik lehettek, ekkora mi lehetett a keresztény hit? Sabát, meg, meg az összes ünnepek, meg akkor csak tiszta dolgokat ettek, meg úgy öltöztek, meg úgy viselkedett nagy Konstantin, meg mindenki úgy beszélt az egész birodalom, a római birodalom, úgy élt, mint Jahusa Hamasíák, <laughs> mert ezt kell, hogy jelentse, hogyha ha ő átér a keresztény hitre, és az egész birodalom keresztény, az akkor az azt jelenti, hogy ott mindenki úgy kellett, hogy járjon, mint Jahusa Hamasiák. De nem úgy jártak, hanem úgy, ahogy ma jár mindenki. Pont ugyanúgy. Mindent lehet, kegyelem alatt vagyunk, bum. Egyetem, hogy úgy kellett, hogy járjon, hisz a vasárnapot tartották, nem a szombatot, vagy a sebetet, az utolsó napot. Szóval nincs, erről nem lehet kérdése senkinek, hogy akkor ugyanaz volt, mint ma. Ez, hogy ő átért a keresztény hitre, ez nem azt jelenti, hogy ő úgy járt, mint Jahusa Hamasiák. Ez azt jelenti, hogy úgy járt, mint ma a keresztények. Ezzel együtt egyházi vonalon már olyan dokumentumokat is ismerünk a 4. században, ez a 321, ez már a 4. század, Amelyben határozottan megtiltják a hetedik nap ünneplését keresztény közösségekben. Szóval ez az a keresztény hit, amiről ő rátért. Ő magyarán szólva keresztény lett. Mint amilyenek ma a keresztények. Nagyjából azt csinál mindenki, ami helyesnek tűnik a szemében. Amire figyelmeztet uh, Jahua, a lehető leghamarabb mindenkit. És hogyha jól gondolom, akkor az ennek a legegyértelműbb a legegyértelmű figyelmes, ez az bírák könyvének a végén kell, hogy legyen. Mm. Mikor azt mondja, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő személy előtt. Szóval erre hogy ez egy probléma, ha mindenki azt csinál, ami helyesnek tűnik a személy előtt. Hogy jutunk el onnan, még egyszer, hogy Jahus az összes Salahim, minden tanítvány, mindenki, akit ismerünk, akiről uh, uh, Cornelius, Szintén a százados, aki építette nekik a, a gyülekezeti helyet, mindenki csinálta a Tora szerint élt. És mostanra eljutunk oda, hogy a középső parancsolat már tilos. Úgyhogy mindenki állítólag követi a siákat az egész birodalom. Ez volt a keresztény hit, amiről ő beszél. Mikor ők keresztényről beszélnek, arról a kereszténységről beszélnek, amit mi ma ismerünk. Ami csinálja azt, ami az atyáknak a tradíciója, mint a farizeusok, csak ma. Az első nap most már nekünk már bármit lehet enni, akkor nem kell körülmetél, mert a szív körülmetéléséről van szó most már. Mindent megszentelt, minden nap napsabát, nem az a zsidó, aki külsőleg az, hanem aki belsőleg az, meg ezek a dolgok. Advent, a kis Jézus, ezek a dolgok. Ez a kereszténység, amiről beszél. Kereszténység, mint vallásról beszélő. Nem arra az életformára, amit az írások számunkra meghatároznak. Szóval mindenkinek a fejében tudatosítani kéne, hogy mikor ők kereszténységről beszélnek, ők a vallásról beszélnek, az emberi tradícióról. Ezért mondta azt, hogy beívódik a keresztény vallás gyakorlatba ez a szokás mert a kereszténység az egy pogány tradíció gyűjtemény, ami így alakult ki. Az első század gyülekezetek számára írodott Róma 14.5.6 meglehetősen szabad kezet adó javaslatával ellentétben ki ki maga döntse el, hogy hogyan viszonyul a nap különválasztásához, ez a tiltás már radikális fejlemény volt. Szóval gondoljon csak bele mindenki abba, hogy félreértelmezték Saul levelét már akkor, ezért mondták neki azt, hogy bizonyíts be, hogy, hogy te is úgy jársz, mert azt mondják, hogy te mára, az akkori mára már ott tartunk, hogy tilos. Még először csak Saul javasolgatta a levélben, meg még néhányan félreértették, néhány száz évvel később már tilos. Ma meg már bűn, meg átok, és megátolja az üdvözülést. Erről a kereszténységről beszél, mikor azt mondta, hogy csatlakozott nagy Konstantin. Nagy Konstantinak esze ágában nem volt úgy élni, mint Yahusha Mint ahogy egyetlen római uralkodónak sem, meg senkinek a római birodalomba. A római birodalom akkor azért esett szét, körülbelül száz évvel később, ha jól gondolom, mert olyannyira elhatalmasodott a, ez az ordinári viselkedés, meg a dekadenció, hogy már nem lehetett együtt tartani azt a birodalmat. Mint ahogy a görögnek is azért lett vége, meg az összes többinek. Mint Bálsazár, hogy aranykehelyből ittak részeken a ágyasokkal. Ugyanezt történt minden birodalom végén. Szóval valaki azt hiszi, hogy Nero, meg kaligula meg ezek ott keresztények voltak, és akkor próbáltak Tóra szerint élni, meg mindenki a birodalomban azon volt, hogy hogy lehet, mi, keresztények vagyunk mind, és akkor vasárnap megyünk a templomba, meg ezek a dolgok. Eszük ábrá, ágában nem jut. Jó. Emögött nem csupán teológiai érvek állnak, hanem társadalmi szempontból is magyarázható. Az egyetlen, ami nincs ott, az az, hogy ez van leírva. Van teológiai érv, ami azt jelenti, hogy amit ők kiszűrtek abból, ami le van írva, meg ők így filozofálták, meg vannak társadalmi szempontok, hogy mit akartak, az, mi volt jó az embereknek. De le fogja ezt írni. Szóval mindenki, aki kereszténynek vallja magát, most meg fogja látni, hogy, hogy miért is csinálja azt, amit csinál. És hallhatja a saját tanítóit. Kereszténységen belül a zsidóságból való áttérés, az úgynevezett zsidó kereszténység gyakorlatilag megszűnt. A sabát ünneplés a körülmetéléssel együtt identitást meghatározó elemként szorosan a zsidósághoz kapcsolódott, a figyel mindenki most! A sabáttól való elhatárolódás volt az egyik módja annak, hogy a kereszténység önmagát definiálta. Mi azok vagyunk, akik a sabátot nem ünneplik. <laughs> Búm, atombomba, meg minden. Ezt el kell olvasnom még egyszer. Mi azok vagyunk, akik a sabátot nem ünneplik. Ez nem jó csoport. Abba tartozni. Szóval, amit szerettek volna az az, hogy megkülönböztetni magukat kitől? Azoktól az emberektől, akiket mindenki utált. Nem? Akiket mindenki utált, azok a zsidó keresztények voltak, akik a tórát követték és elfogadták Józsámas hitét. Ez így volt akkor is, meg most is. A világ ma is megtűri a zsidóságot, aki a talmudot követgeti meg, amit akar. Meg a kereszténységet is elfogadja, hisz a kereszténység az gond nélkül beilleszkedik a világba. A pillanatban, amikor valaki azt mondja, hogy szerintem a Tóra szerint kellene élni, a messiásba vezet hit alapján, akkor te minden vagy maradi, kőkorszaki, félreérted, hazugság, átok alatt, stb. stb. Minden mást lehet csinálni, csak összem. nem. Ez így volt akkor is. Ezért akartak elhatárolódni ettől. Ők be akartak illeszkedni ebbe a társadalomba, mint ahogy a keresztények ma is szeretnének. Ezért élnek úgy, mint a világ. Ezért törekszenek a kompromisszumra a világgal, ahol csak lehet. Érdekes volt viszont a sabat, a szombat és a vasárnap teológiai kérdésként való feldolgozása is. A második században jelenik meg először az a gondolat, hogy a vasárnap ünneplését a szombat összefüggésében annak alternatívájaként ellentéteként tárgyalják. Jahusan halála után 70 évvel jelenik meg először. Így tehát nem mondhatjuk azt, hogy apostolok cselekedetei, meg stb. ők, ők erre gondoltak. Mert nem. Ők csinálták azt. Barnabás levele szerint. Ez ö, másik után 100 körül. A sabát ünneplése nem kedves Elohimnek. Most, akinek van sok ideje, meg kedve, olvassa-e Barnabás leveleit, csak óvatos legyen, mert ilyen ostobaságokra fog találni, mint ez. Ünnepeljük ezért örömmel a nyolcadik napot, amelyen Jahusa is feltámadt hallottaiból, és megjelent és felment a mennyekbe ennek nem lehet köze barnabáshoz ahhoz a barrabáshoz, akivel Saul utazgatott, stb. stb. Ez egy hamisítvány, mint az, ahogy a nagy ezeknek a gnosztikus írásoknak az. És az, hogy egy teológus, mint ő, ezt egyáltalán itt megemlíti, az szerintem nem is tudom, hogy hogy lehetséges ez. Hasonlóképpen vélekedik Antiochiai Ignácius 50-110-ig, a magnéziaiakhoz írt levelében, ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, most ilyen alapon írhatnánk azt is, hogy az akkori blik, vagy mit tudom én, hol ezt, vagy azt olvashattuk, hogy Gibbs Jakab szerint ez így volt, mint ahogy azt se érdekel senkit, hogy szerintem hogy van. Nem? Nem érdekelne senkit. Úr, Roland, szerinted ez hogy van? Kit érdekel? mi az, ami le van írva, nézzük meg, beszéljük meg, hogy ezt hogy kell értelmezni, ezt csináljuk azt. Miért nem azt nézzük? Ignácius ezt írja, szerencsétlen magnéziai jahokhoz. Ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a sabatot tartsák, hanem éljenek az Úr napja szerint, amely napon felkelt életünk általa és halála által alexandriai kelemen szerint a hetednapi sabát előkészület a nyolcadik napra, az igazi ünnepre, Krisztus feltámadására, aki a teremtés kezdete és az emberiség világossága. Ezért tévejek a kereszténység, mert ezeket az embereket olvassa. Ahelyett, hogy megnézni, hogy mi az, amit Jahusáhamasiák mondott? Vagy csinált? Hmm, megmutatom. És a szombaton megnyugodtak a parancsolat szerint. <laughs> Ez Lukács 23-as fejezet 57-es vers. <laughs> és ezek, 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 azok az emberek, akik ott voltak a, a feszítésem, meg se mi ezek az emberek. Az őt követő asszonyok is, kik vele Galilából jöttek, megnézzék a sírt, hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítek, fűszeszem a kenetet és sabaton nyugodnak a parancsolat szerint. És akkor nem is kellett volna olvasni, hogy Kelemen -e mit gondolt, meg ezek a másik két emberek. Hisz csak egyszerűen meg kellett volna nézni, hogy mit csináltak ezek a nők. Azt feltételezem, hogy csak tudták, hogy mit kell csinálni, nem viszont ott járkált közöttük, de valami fogalmok csak volt jobban, mint ennek a karakternek száz évvel később, meg kétszáz évvel később. A sabat ünneplés eltörlése mögött az, óegyházi, az az óegyházi teológiai szemlélet húzódik meg, hogy a ezt beszéltük már, ez nem volt szó még, ugye? Hogy a szombat, ez pár excellence a zsidóságot, a zsidóvallást, a régi rendet, a régi mózesi szövetséget jelképezi. Jubileumok könyve jelenlét minden malachjait és a külön választottság ezt a két nagy osztályt ő a számunkra, hogy őrizzék a sabatot vele az égben és a földön. Nézzétek, el fogok választani magamnak egy népet minden népek közül, és ezek őrizni fogják a sabatot külön fogom választani őket magamnak minden, mint népen, népem lenne ez, és meg fogom áldani őket, ahogyan külön választottam a sabátot, és külön választom azt magamnak, így fogom megáldani őket, és ők lesznek az én népem, és én leszek az ő Elohimük. Romákhoz 924 és hogy, 23, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalomedényein, edényein, melyeket eleve elkészített dicsőségre, akiket el is hívott, minket, nem csak zsidók, hanem pogányok közül. És azt mondja, és hósásra visszautal, hogy ezek szerint hósás, mikor azt mondta, hogy hívom a nem én népemet, én népemnek, és a nem szeretettet szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol mondatott nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Elohimnek, Elohim fiainak fognak hivatni. Aztán Ézsaiás azt mondja, hogy ugye ezt a dolgot, ami, ami idézi onnan, a lényeg számunkra az, hogy ahogyan, ahogyan itt Saul, jubileumok könyve is, arra gondol, hogy mindazok az emberek, akik megtartják az ő szövetségét, ez a külön választott nép. Nem csak az, aki születik úgy, mint Izrael, hanem azok is, akik csatlakoznak hozzá a népek közül. Ez akiről beszél jubilalmok könyve. És ez az, amit ők félreértenek, szándékosan egy részük, de a nagy részük, akiket félrevezetnek ezek az emberek, azok csak mennek utánuk. Mindenki, aki követi a Tórát, aki megtartja a szövetséget, az Izrael. És aki ettől el akar térni, az a pogányság. Úgyhogy ez a zsidóság, vallás régirend, stb. Ehhez kellene mindenkinek csatlakozni, mert ez az, amiről jubilamok könyve beszél mikor arról beszél. De ezt lehetne tudni az előző versből. Hisz a maláchiai, vannak minden maláchiai, vannak külön sem maláchiai, és ezek is tartják a sabátot az égben. Nincsenek olyan lények, akik nem tartják ezt a sabátot, és hozzá tartoznának. Minek lenne akkor a Földön egy emberi része az embereknek, aki össze-vissza csinál egy másik napot? Hogyha együtt tartják a malách, Jahuával a sabátot a mennyekben, meg az ő népe együtt tartja vele. Akkor az a másik csoport, aki egy nappal később tartja, az mit csinál? Érthető? Ha mindenki tartja ezt az ünnepet vele együtt, akkor a következő nap mi lesz? A következő nap az egy munkanap. Akkor ők mennek dolgozni. Ezek a másik nép meg ott ünnepel, miközben senki nem foglalkozik vele, mert mindenki megy a dolgára ünnepelni. Hisz az előtte való nap volt az ünnep. Ez sokkal súlyosabb, amiről itt beszélnek, mint sem most ezen a napon szerintem. Nem, az egész ég, samaim ezen a napon ünnepel. Ez jahuának egy különválasztott napot fent. Hogyha valaki vasárnap megy csinálni ezt, akkor már nem lesz egy különválasztott nap neki. Ő már rég, ne, persze ott lesz, nem úgy értem, de. Érthető. Na mindegy. Így a sabát elmúlása és a vasárnap megjelenése teológiailag az árnyék utáni fény felragyogását szimbolizálta. Bár a sabát kérdés egy időre elül, a történelem során néhányszor még különböző formákban megjelenik, mint például a 16. századi reformáció korában, az erdély szombatosoknál vagy a 19. századi Amerikából induló, hetednapos adventista mozgalomban. Az előadás első felének végéhez érkezve összegezzük néhány fontos következtetésünket. Folytatni fogjuk hamarosan befejezvén ezeket az össze, összegzéseket, amiket ő felsorol, és akkor addig is mindenkinek a legjobbakat, halleluja!